megszállszunk a Bogamo résztvevő csapat, és ezt a nem mindenki hétnapos utat. Ugye az összetartozást jelképezve beregszászoló Kárpátaljáról, ahol a túrázó csapatra bízunk egy nagyon fontos ajándékot, amelyet el kellene juttatni a főszervező csapat tagjainak. Egy üvegföldet küldünk, ami, ahogy említettem, azt jelképezi, hogy a nemzetünk egységes, és egységes is lesz. Esetleg egy ilyet is, hogy... Ja. Az év munkásai. Egyszerre kezdték el Váriból is. Hello. Köszönjük. Lapátos embernek jobban örülünk. No, hát szerintem nem kell, hát itt annyira... Hát te
egész a macskafűtő, hogy lemegyünk a macskafűig, már ott megvan, azt még múlt szombaton csináltak. Múlt szombaton. Persze, múlt szombaton csináltak, a püspök is itt volt, úgyhogy... Egy pár szót nekünk mondanak, amit... Az egész kezdeményezést saját magam és a püspök úrral hoztuk össze. Kihirdettük a faluban, hogy a rossz állapot miatt valamit kezdeni kéne vele, az utat ki kéne renoválni. Elgondolkoztunk rajta, hogy ezt hogy is kezdjünk neki. Először is pénzgyűjtést szerveztünk a központon. Gyűlt is össze egy kis pénz, még azóta is nagyobb hangot adunk neki. Ezt múlt szombaton volt az első nap, amikor ezt az útrenoválás elindult. Jelenleg tovább folytatjuk. Jelenleg önerőből ez úgy működik, hogy ki mennyit szánt rá. Van, aki 500 grinyát, van, aki 1000 grinyát, van, aki 50 grinyát. Na most ki hogy érzi és hogy engedi a lehetősége. Jelenleg ebből gazdálkodunk, vásároltunk használt aszfaltot. Jelenleg össze van gyűjtve a központon, és onnan hordjuk CFL legalábbis a fő utcára, mennyire fog elég lenni. Ha további is lehetőségünk lesz, akkor tovább folytatjuk. Önkénteseket toboroztunk a faluban, ez úgy történt, hogy interneten keresztül, meg személyesen is, akit tudtunk, szólítottunk, de mivel többen dolgoznak, külföldön vannak, elfoglaltság miatt, úgyhogy kicsit kevesen vagyunk, az útállapota pedig az megkívánná, hogy nagyobb erővel álljunk hozzá. Jelenleg itt a borzsvai szakaszon vagyunk, szeretnénk kijutni a kanyarig, onnan a borzsvai lakosokat majd megkérjük, hogy ők is segítsenek benne a munkálatokban. Bízunk benne, hogy fog működni, mert a faluból seki sebe jönni nem lehet, szóval több idő kell hozzá. Jelenleg a beszállítók is, hogyha lehet, elkerülik a falut, mivel az rossz utállapot miatt nem vállalják a fuvarokat. Ugyanígy működik, Mezővárban van mentőszolgálat, jelenleg, hogyha mentő is kiindul itt, 20 percet kell várni, mire ki tud érni a főútra, úgyhogy ez így nem állapot. Kértünk több oldalról segítséget, de jelenleg visszajelzés nem történt, úgyhogy maradt az önerő. Jelenleg itt tartunk, jó ideje van, úgyhogy dolgozunk.